jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ünnepelni jöttünk ma, negyedszázados jubileumot, 25 esztendős a Jéros-Fehérvári Állatotthon. A vendégeim Krebs Gyöngyi, csókolom a kezét, és Berélyi Attila tisztelettel köszöntöm. Ez egy nagyon fontos jubileum. Fontos azért nem csak a két évtized, két és fél évtized okán, hanem azért is, mert soha nem volt nagyobb szüksége erre ebben a felgyorsult világban, hogy az elhagyott házi kedvenceiket az emberfia biztonságban tudhassa, mármint a kívülálló szemszögéből nézem. Kezdjük az alapoknál. Honnét jött a gondolat, hogyan sikerült megvalósítani? Hiszen ez önök a menhely lelkei, ha úgy tetszik. Hiszen ez a szakmai tudás kell, emberség kell mindenféle értelemben, és hát némi elvarázsoltság, valljuk meg. Egy olyan időszakban, amikor ezzel a, ha úgy tetszik, rossz a kifejezés, de a kutya nem foglalkozott Magyarországon ezzel egy időszakban. Azért ez így nem igaz, hogy a kutya nem foglalkozott, hiszen a Herman Otto Magyarországos Állat és Természetvédő Egyesület, aminek a mozaik rövidítése ez a HEROSZ, már 1882-ben megalakult, tehát már akkor is valamilyen szükségét érezte a társadalom érzékenyebb része, igen, hogy ezzel foglalkozni kell. Nem erre gondoltam elsősorban. És ez aztán, és egy kicsit hozzátenném, hogy nem csak a kettelésből tartott állatokkal vannak problémák, hanem a gazdasági haszonállatok tekintetében is, olyan értelemben, hogy ott is elsősorban nyilvánvalóan és bizonyos mértékig érthető módon a gazdasági szempontok az elsődlegesek, és a klasszikus régi extenzív állattartásról átértünk az intenzív állattartásra, ahol mindegy, hogy érzi magát az állat, milyen körülmények vannak, az a lényeg, hogy minél olcsóbban, minél többet termeljen. Márpedig, ha egy kicsit jobban megvakarjuk, akkor nyilvánvaló, hogy az az állat, amelyik tökéletes ellátásban részesült, annak a produktuma is értékesebb és több lesz. Tehát így jutottunk el az Állatvédő Egyesületünk, hogy most már az országban 4 működő és egyetlenként önálló Állatvédő Egyesület, vagy bármilyen legyen az alapítvány, egyként mi vagyunk az egyetlenek az egész országban, ahol ma 4 működő, különböző városokban működő menhelyet vagy állatotthont, én jobb szeretem ezt a kifejezést használni, működtetünk. Ennek egyik, ha nyugodtan merem mondani, legkiemelkedőbb tevékenységet végző és példamutató munkát végző példája a fehérvári állatotthon. A hivatás választásáról már beszéltünk, de miért gondolta úgy, hogy itt lesz, itt tud kiteljesedni ebben a munkában? Hát igazából az indulásnál azért ezt annyira nem tudta az ember, de hát ez egyértelmű volt, hogy állatokkal akarok foglalkozni, akkor ez egy megfelelő közeg ehhez, és igazából így a feladatok azok egymás után jöttek sorra. Tehát mindig újabb és újabb kihívások érkeztek, és a 25 év alatt más milyen az emberek fejében is az állatvédelem, meg más milyen az állattartás is, de mégis amiről beszélni kell, azok az állatok, akik sajnos az emberi felelőtlenség miatt szenvednek, azok ugyanúgy megvannak, és hát tulajdonképpen folyamatos változás ez a munka is. Ez egy rendkívüli kihívás. Hogyan lehetett tégláról téglára építkezni? Egyik oldalról szakmailag, másik oldalról pedig nyilván az ismeretterjesztés okán azért tudatosítani kellett az állattartókban is a felelős állattartás, miről szól mostanság. Hát tulajdonképpen, ha úgy vesszük, az állatvédelem, ha így meg akarom bontani, 3 tényezőből áll. Egy, a már szerencsétlenné kidobottá, vagy valamely oknál fogva elhagyatottá vált állatokról van való konkrét napi gondoskodás. Ezt a célt szolgálják az állatotthonok, állatmenhelyek, ahol rengeteg munka van az állatoknak a elhelyezését, takarmányozását, állategészségügyi ellátását biztosítani kell, és optimális esetben minél több állatot ebből azt szoktam mondani, hogy a menhely egy szükséges rossz, ez nem ideális egy keftelésből tartott állatnak, bármennyire is megkap mindent az állat, de egyenként egy-egy ilyen állatkával, legyen az kutya, macska, nem lehet annyit foglalkozni, erre nincs annyi ember, tehát nem versenyképes egy klasszikus értelembe vett gazdával.
ez a napi munka, erről gondoskodni, és minél többet lehetőség szerint örökbe adni megfelelő utólagos kontroll mellett új gazdának. Ez a napi általános, vagy napi robotmunka, ha úgy tetszik, ami rendkívül felemelő, de nagyon fárasztó. A másik, észlelve azokat a problémákat, melyek szerteszét vannak az országban, és a társadalom egy része abszolút nem fogékony, hál' Isten egyre nagyobb része fogékony az állatokkal való bánásmód, és egyáltalán az állatvédelem iránt. Ha bármilyen rendellenességet, anomáliát tapasztalunk, akkor az ellen följárni, vagy eljárni, felvilágosítani, ha ez nem elég, akkor hatóságok felé, vagy bíróságok felé eljárni annak érdekében, hogy ezek az anomáliák megszűnjenek. A harmadik pedig megelőzés, és ezt tartom én a leglényegesebbnek, hogy minél kevesebb állat kerüljön ki az utcára egyrészt, minél kevesebb állattal bánjanak méltatlanul. Ez csak a felvilágosítással, ismeretterjesztéssel, ha úgy tetszik, neveléssel megvalósítható, és ebben rendkívül kiemelten, mert a legfogékonyabb társadalmi réteg az a fiatalság. Őket kell meggyőzni, és az ismereteket úgy átadni nekik, hogy már egy vonatkozásban érzékenyen viszonyuljanak az állatokhoz. Ezt a célt szolgálja, és ebbe példamutató a HEROS általában, de itt a Fehérvári Egyesületünk az meg végképp. Úgynevezett gyermektagozat működtetése, napközis tábor nyáron a hegyekbe szervezett külső tábor, akkor az önkénteseknek a fogadása a menhelyen, ott is ismeretterjesztés, akkor a hétvégi kutyasétáltatások, tehát amik az állatok számára is kedvezőek és ingergazdagabbak, és ez a hármas feladat vár az állatvédőket. Mielőtt ezt kibontanánk, a szakember szemével milyenek a magyar törvények, az állatvédelmi törvényeink, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hogy az állattartók tudják-e, illetve betartják-e? Én azt gondolom, hogy örülnünk kell annak, hogy egyáltalán vannak törvények, hiszen hogyha kezdetekről beszélünk, akkor ez az állatotthon ez akkor jött létre, amikor még nem volt állatvédelmi törvény Magyarországon. Tehát nekünk olyan közegben kellett elkezdenünk dolgozni, hogy itt sem a hatóság, sem senki nem tudta, hogy egyetlen egy kutya menhely hogy néz ki, tehát mi például angol példák alapján láttunk neki ennek a munkának. És amikor az állatvédelmi törvény megszületett, akkor még nem volt benne például szó arról, hogy egy állatmenhely hogy nézzen ki, de mi abban az évben már karantént adtunk át, tehát mindig egy kicsit így előrébb jártunk. Jelenleg örülünk annak, hogy vannak törvények, és azt gondolom, hogy ha ezeknek a törvényeknek a betartása és a betartatása megtörténne, akkor sokkal jobb lenne az állatok helyzete. De amit látunk az az, hogy a hatóságok részéről nincs elég erő, hogy ellenőrizze, hogy az emberek betartják-e, ami a jogszabályban le van írva, és igazából mindig csak későn bukkannak a felszínre azok az esetek, amikor nyilvánvaló, hogy hát bizony az állattartók nem. Tehát itt nagyon egyszerű dolgokra is lehet gondolni, például itt van ez a csipezés, ami 2013. január 1-je óta kötelező. Mi azt láttuk, hogy amikor ez a csipezés bejött, akkor utána egy kicsit a kóborkutyáknak a létszáma bizonyos szinten hát mutatott némi javulást, tehát csökkenést mutatott. Mert akkor hirtelen tényleg nagyon sok kutya csipezésre került. Most már eltelt 4 év, mit tapasztalnak az emberek? Azt, hogy tulajdonképpen senki nem ellenőrzi, hogy az ő kutyájában van egy csip, és most már megint csak egy felfelé ívelést látok a beérkező állatoknál, hogy egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk állatok, akikben megint csak nincsen csip. Holott az önkormányzatoknak van egy eszköz a kezében, 3 évente összeírás, és ha ezt nem ilyen önbevalló alapon csinálnák, hanem ténylegesen kimennének, ellenőriznének, én tudom, hogy ez pénzbe meg emberbe kerül, de például az állatvédő szervezetek ebben abszolút partnerei lennének bármelyik önkormányzatnak. Ha erre fordítanának, akkor a megelőzésre fordítanának, nem pedig ugye mondjuk a gyepmesteri tevékenységek finanszírozásával az utólagos probléma kezelésre. Tehát igazából vannak törvényeink, ezek nem rosszabbak, mint a környező országokban, amik vannak.
és hát ugye tőlünk nyugatra, mert hát azért tőlünk keletre meg nincsenek is törvények, tehát ott például nem foglalkoznak, mondjuk egy Romániában nem foglalkoznak azzal, hogy mennyi kóbor állat van az utcán, nincs, aki összegyűjtse őket, stb. Tehát megvannak ezek a törvények, az ellenőrzést kellene hatékonyabbá tenni, és akkor lehetne javítani. De én azért mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az állatvédelmi dolgok azért mindig fejben dőlnek el. Tehát, hogyha egy embernek el kell magyarázni azt, hogy a kutyának naponta élelemre, ivóvízre, megfelelő élőhelyre van szüksége, az sajnos probléma. Tehát, hogy szerintem ez egy alapvető dolog kellene legyen, hogy hogyan viszonyul valaki az állatokhoz, és hogyha ezt törvényi erővel kell, hogy mondjam, kikényszeríteni, ott már megint csak baj van. Szerintem sokkal több ember tart állatot, mint aki valóban alkalmas rá, és hát látjuk azt, hogy tényleg még ott is, ahol jó szándék megvan, néha a tudatlanság miatt is szenvednek állatok, nem csak felelőtlenség miatt. Tehát a törvényszabályozás ezek szerint megfelelő. Akkor vajon mi kell ahhoz, hogy jogkövető magatartást tanúsítson az állattartó? Mert itt most mindegy, hogy szigorú vagy megengedő a törvény, ilyen értelemben nem, de ha nem veszik figyelembe, mit tehet ilyenkor az állatotthon vezető, a szakma mit tehet? Azon felül, hogy jó példát mutat, és próbálja nevelni a fiatalokat, ahogy önök megteszik. Hát ez az egyik, a másik az a szankcionálásba, amennyire tud beleavatkozni. Tehát a hatóságok felé eljár, vagy uram, bocsá, szélső esetben a bíróságnál is kezdeményezhet eljárást. Ez idáig is az állatvédelmi törvényben megvolt, aztán volt egy próbálkozás, hogy itt bizonyos dolgokat kivegyenek belőle, de ez most pillanatnyilag stabilan benne van. A végrehajtási rendeletek azok pedig egy-egy, általában kormányrendeletek, egy-egy speciális területet ölelnek föl, külön van kormányrendelet a gazdasági haszonállatokra, külön van a kettlelésből tartott állatokra, persze szinkronban, külön az állatkertek, állatotthonokról rendelkező jogszabály, és valóban, ahogy a Gyöngyi mondta, sajnos sokszor a jog alkalmazással van probléma. Egyrészt a illetékes hatóság időzavarban, tehát kevés idő van, és ezt sokszor úgy érzik, hogy nem elsődleges, van ennél fontosabb dolog, és ezért szorul háttérbe, de ez a dolgunk, hogy abban az esetben, ha a hatóság nem jár el, akkor az egyéb módon perindítással is lehetőségünk van. Ami még hiányzik, Isten igazából, az a kóborállatok begyűjtésével, elhelyezésével, illetve örökbeadásával kapcsolatos kormányrendelet, aminek most dolgozunk, és ebben bevonták a HEROSZ vezetését is, a több állatvédő szervezettel együtt, hogy olyan jogszabály szülessen, ami ilyen lehetőség szerint helyzetbe hozza az állatvédő egyesületeket, és én egyetlen egyet, és bár mindenütt elmondom, hogy hiányolok, hogy az ebrendészeti hozzájárulás, tehát mindenki, akinek aki ebet tart, lehetőséget biztosít a kormányrendelet, hogy ebrendészeti hozzájárulást fizettessen vele az illetékes önkormányzat, de ez a lehetőség. És meg kell mondanom, hogy nagyon kevés önkormányzat él ezzel a valószínűleg ott abban a környezetben nem túl népszerű döntéssel, és lehetőséggel, pedig Isten igazából akkor meg lenne az anyagi fedezete, a forrása, a tökéletes házról házra járó ebösszeírásnak, a csippezés ellenőrzésének, és már sokkal kevesebb állat kerülne az Igen, ezt szerettem volna kérdezni. Óhatatlanul is beszélgetünk magasztos dolgokról, mert azok is fontosak, mert azok is ugyanakkor a pénzről kell, hogy szó essék. Onnét vannak források, elegendő, nyilván nem. Hogyan lehet előteremteni azt a pénzt, ami az alapvetések megoldásához, fenntartáshoz és a többihez szükséges? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt az egyik oldalon arról van szó, hogy ha nincsen megfelelő forrás, akkor adott esetben nem tudjuk megetetni az állatokat, vagy nem tudjuk őket megfelelően ellátni. A másik oldalról viszont nagyon nehéz minden évben mondjuk egy költségvetést elkészíteni, mert azért, mert az előző évben kaptunk adományokat, az egyáltalán nem
garantálja azt, hogy ezeket az adományokat az idei évben is meg fogjuk kapni, tehát ezzel nem lehet igazából tervezni. A legnagyobb problémája szerintem minden állatvédő szervezetnek az az, hogy nincs egy fix bevételi oldala, az adomány az mindig esetleges. A másik oldalon viszont a kiadások azok teljesen fixek, hiszen ha van egy menhely, ami engedéllyel rendelkezik, eleve ahhoz, hogy mi az engedélyt megkapjuk, annyi feltételt kell teljesíteni, ami ugye nagyon sok kiadással jár, emellett pedig, amit nem lehet kalkulálni, az az, hogy mennyi állat érkezik, mennyi rászoruló állat fog érkezni. És nagyon fontos az, hogy van egy állategészségügyi protokollunk, ami minden beérkező állatnál ugyanaz kell, hogy legyen. Tehát az ugye nem működhet, hogy mondjuk a hónap elején még van pénzünk, akkor ha érkezik kutya, az kap oltást, aki meg a hónap végén jön, az meg nem kap oltást. Tehát, hogyha egy hónapban 100 kutya érkezik, akkor nekünk 100 kutyánál végig kell csinálnunk ugyanazt, hogy vizsgálat, gyógykezelés, féregtlenítés, bolhátlanítás, oltás, 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 ivartalanítás. És hogyha egy nap ezt megcsináltuk 10 állatnál, másnap a következő újnál meg kell. És hát a csipezés a kutyák esetében. De ugyanezt végig kell csinálni a macskáknál, vagy bármilyen más állatnál. És ugye ezzel nagyon nehéz ezt kalkulálni, hiszen ami beérkezik, azt el kell látni. És akkor itt még nem beszéltünk olyan esetekről, amikor mondjuk valami nagyon komoly műtétre van szükség, vagy nem elég az, hogy az állatorvos a maga eszközeivel, a maga tapasztalatával megvizsgál egy állatot, hanem mondjuk labor és egyebek. Tehát ezek óriási költségek, és nincsen a bevételi oldalon, tényleg nincs egy fix és kiszámítható. A Fehérvári Állatotthonnak van feladatellátási szerződése az önkormányzattal, aminek fejében nyilván kapunk egy összeget, de ez a teljes éves bevételünknek 20%-a. Tehát a többit azt mind támogatóktól kell megszereznünk, pályáznunk kell megállás nélkül, és hát ugye nyilván itt magánszemélyek, cégek szóba jöhetnek, mint támogatók, de ezek nagyon esetlegesek, és hát az 1%. Igen. Ami most ugye ebben az évben mindenkinél jelentősen visszaesett, ezt jelenleg nem is tudjuk, hogy fogjuk pótolni, tehát ezt a kiesést, mert egyszerűen szerintem majdnem két havi forrásunk most hiányzik. Tehát ha azt vesszük, akkor bármennyire is nemes a misszió, a pénz mindenképpen meghatározza. Igen. A cselekedetet is. Igen. Ebben az értelemben. Van-e tervük arra, vagy figyelemfelhívó eszközük arra, hogy kiszélesítsék azt a bázist, aki esetleg adományokkal segít önöket? Hát e célt szolgálják többek közt. Például ez a beszélgetés is, ből is levonhatják a következtetést, akik érzékeny ez irányban, hogy tényleg megérdemli ez a menhely, meg a többiek is azt, hogy segítsenek rajtuk, és hogy ezt a rengeteg feladatot, amit kötelező jelleggel el kell végezni, hogy ennek eleget tudjanak tenni, és akkor itt hívnám fel a figyelmet, mert ennek a visszaesésnek az 1% tekintetében, ami szinte minden civil szervezetnél 20-25%-os volt, ahogy én megnéztem a kimutatást. Az elsődleges oka, hogy ez az elektronikusan megcsinálja, amit idén vezettek be a NAV, és akkor elektronikusan jelzi, hogy ennyi és ennyi az adód, és amennyivel egyetértesz, akkor nincsen több gond, de mellette megjegyzés, hogy az 1%-ról külön nyilatkozni kell azon a bizonyos, igen, papíron, és ezt a nagyon sokan elfelejtették, vagy már nem foglalkoztak vele. Túl vagyok rajta. Erre kéne fölhívnunk, és próbáljuk majd fölhívni a figyelmet. Amint, hogy az is, hogy figyelemfelhívó eszközként, azért nagyon jó látni, hogy nagyon sok fiatal van kint. Akárhányszor járunk kint, kollégáim vagy én magam, azt látjuk, hogy tehetségesek a fiatalok, mármint ilyen értelemben mondom, hogy elhivatottnak tűnnek, mosolygós szemmel csinálják, amit csinálnak. Ez lett a jövő útja? Hát mindenképpen fontos az, hogy a fiatalságot egyre inkább bevonjuk, mert én azt gondolom, hogyha egy általános iskolás vagy egy közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás mélyebben kicsit megismerkedik a menhelyjel, és látja azt, hogy hát az állatoknak milyen sorsa van az emberek miatt, akkor ugye azért reménykedünk abban, hogy ő felnőttként már nem fogja azokat a hibákat elkövetni, amiket tapasztal ugye a többi embertől. Tehát itt nagyon sok példát lehet nekik mutatni, szerintem mindig az a legjobb, amikor van egy közvetlen tapasztalása, az sokkal meghatározóbb, mint hogyha csak úgy beszélünk nekik valamiről. És amit
amit nagyon szeretünk, az az, hogy ezeken a vasárnapi sétákon nagyon sok a család, a gyermekes család, és látni lehet azt, hogy vannak felelősségteljes szülők, aki például a kisgyerek folyamatosan mondja, hogy szeretnék egy kutyát, szeretnék egy macskát, vagy bármi állatot, és a szülő kihozza, és akkor itt szerez egy-két tapasztalatot a kisgyerek, és akkor rájön arra, hogy hát igen, azért a kutyatartás az nem csak abból áll, hogy buksit simogatjuk, hanem vannak egyéb dolgai is, és akkor ez szerintem a szülőket is segíti egy-egy ilyen alkalom, hogy a saját gyermeküket bevezessék például az állattartásba. És hát amit mondott az elnök úr, hogy tényleg az állatvédelem az nem csak abból áll, hogy kimegyünk egy házhoz, és akkor ott azt mondjuk a gazdának, hogy elnye-belnye, mi elhozzuk ezt az állatot, mert rossz helyen van. Nekünk nem ott ér véget a munkánk, hogy bekerült az állat otthonba egy állat, és hű, megmentettük. Mi megmenteni akkor tudtuk azt az állatot, hogyha újból gazdához juttattuk, és egy olyan gazdához juttattuk, aki már nem fogja kidobni, és nem fog vele rosszul bánni. És hát itt mi próbálunk mindenféle eszközöket használni, ugye a Facebookot azt intenzíven, meg a honlapot, bár most már azt látom, hogy a honlapot nem is nagyon olvassák az emberek. Tehát a honlapunkon én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok információ ott van, nagyon sok mindennek utána lehetne nézni, de inkább nyomnak egy kommentet, és rákérdeznek 3-4 ilyen kis kommentben azokra a dolgokra, amik egyébként ott vannak a honlapon. Hát a Facebook oldalon például, amit szoktunk csinálni, hogy az emberek lássák azt, hogy hogyan is működik egy menhely, tehát bemutatjuk a napi munkát is, de mivel nyomon követjük az állatoknak a későbbi sorsát is, ezért mindig megosztjuk azt, amikor a gazdáktól visszajelzést kapunk, hogy örökbefogadták azt az állatot, hogyan illeszkedett be, mi történt vele, hiszen ez egy jó példa lehet azoknak, akik esetleg most szeretnének örökbefogadni. Igyekszünk, csak ugye itt megint csak a pénz meghatározó. Tehát igazából a Heroson belül nekünk az a véleményünk, hogy hát tudjuk, hogy a marketing az egyébként fontos, csak egyszerűen nem tudunk rá költeni, mert hát az állatokra kell elsősorban a pénz. Mégis ők a legfontosabbak. Mit kívánhatnék önöknek? Először is köszönöm a 25 esztendőt minden székesfehérvári nevében. Mit szokás kívánni, főorvos úr? Minél kevesebb állat kerüljön olyan helyzetbe, hogy segítenünk kelljen rajta, és az lenne a legjobb, ha a tudatilag úgy olyan gyorsan változna a társadalom hozzáállása, hogy csak azok az állatok kerülnének az állatotthonba, Viszmájor esetén, akinek a gazdája, uram, bocsánat, meghalt, vagy beteg, vagy valami egyéb elkerülhetetlen ok miatt, és nem úgy, hogy az utcán csoportosan, csapatokba kóborolnak a kutyák. Nos, akkor ezt kívánom, mert, és jó egészséget, mégpedig azért, mert nincs kétségem felőle, bármennyire is kívánunk ezt vagy azt, ez csak is önökön múlik, illetve rajtunk. Tehát ehhez kérek erőt, kitartást, lesz dolgok bőven, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen. Nos, kedves nézőink, ez volt az Agrárinfo. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!